Sziasztok! Ki szereti az animét? És ki a gamer? És ki mindkettő? Nagyon szuper! Következő eladásunk gamer versus anime. És amikor Dante pizzáról animére vált. Előadom Gerencsér Dóra. Fogadjátok őt sok szeretettel. Sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az összeállítást. Igyekeztem minden olyan animét belevenni, ami megihlette a fejlesztőket, készítőket. Kissé össze-vissza volt a minőség, de köszönöm, hogy megnéztétek.
kezdjük is mindjárt. Az előadásom címe Game vs. Anime, de nem ütköztetni akarom igazából őket, hanem szeretném meg elmondani azt, hogy mi is az az irányzat, amikor egy játékot alapul véve animés filmet, animét sorozatot készítenek belőle. Az első rész, amit tisztázni kell, hogy mi is az az adaptáció, nem fogom vele hol sokáig húzni az időt, ugyanúgy, ahogy a könyveknél, ahogy a könyvekből filmadaptációt készítenek, ugyanúgy gémekből, videójátékokból is készítenek anime verziót. Több változata lehet természetesen, vehetik teljesen ugyanazt a történetet, ugyanazt az alapot, és azokkal a párbeszédekkel készíthetnek animét, illetve vehetik csak a vázát a történetnek, és egy teljesen új sztorit húzhatnak rá. A lényeg az, hogy... több alapanyag is létezik, amiből jó animéket lehet csinálni. Ilyenek elsősorban a videójátékok, amiknek az első animét videójátékból 1981-ben készítették, de erre majd még visszatérek. Illetve a visual novellek, amit ma már, ha megnézzük a különböző szezonoknak az animéit, fel sem fedezzük talán, hogy visual novell alapúak, ugyanis a piacot rendkívül lepték ezek a fajta adaptációk. Először is szeretném tisztázni, hogy a gaming anime, vagyis a játékra alapuló anime nem egyenlő azzal, amik videójátékok alapján készültek. Itt most egy sor olyan animét soroltam föl, vagy próbáltam elővenni, amelyek bár játék alapúak, egy játék érzetét keltik, mégsem a játék volt előbb. Ilyen volt például az 1998-as Initial D, aminek először volt a manga változata, utána jött ki az anime, és végül a Sega-tól megjelentek a játékok. A Record of Lodoss War szintén 98-as, majd utána következett a Hexsign 2002-ből, a Guns 2004-ből, a Summer Wars, a Sword Art Online, és nagyon örülök, hogy látok itt valakit, két karaktert is, 2012-ből, ami jelenleg is az egyik legismertebb és kedveltebb játék alapú anime. Utána következett a Log Horizon, majd 2015-ben az Overlord, ami jelenleg szintén nagyon nagy sikereknek örvend. Az első díján látható Himoto Umaru-chan 2015-ben jött. Itt a lényeg az, hogy az alapjában véve teljesen normális kislány, ha hazaér, akkor teljesen átváltozik egy szintiszta gamerré, úgyhogy kivetközik önmagából, saját gyerekes formájában, és csak is a játékokkal foglalkozik. Utána következett a New Game 2016-ban, valamint végül a Red Zero, ami szintén egy először volt manga, aztán anime, és végül utána játék. A kivételes érdekességek az egyik az a Ni no Kuni, ami a Studio Ghibli és a Level 5-nak a közös munkája, a közös projektje volt. Azért érdekesség, mert bár PlayStation 3-ra és Nintendo DS-re fejlesztették ki, a zenéjét Joe Hisaishi is szerezte, aki az összes, a legtöbb Ghibli filmnek a zenéjét is magáénak tudhatja, illetve az egész animációs szekvenzt, az animációs dizájnt mind a Ghibli Studio fő animációs csoportjának köszönhették, illetve a történet is a Chihiro Szellemországban idézi. A másik pedig Shirō Masamune ismert cyberpunk története a Ghost in the Shell 95-ből. Nagyon sokszor gaming animének írják, legalábbis benne szokott lenni a listában, de nem teljesen igaz, mert bár nagyon sok fejlesztőt megihletett maga a történet, mégsem
mégsem egy játékról szól, nem vagyunk játékban, nem játszunk. Ez nagyon komolyan politikai, pszichológiai, jogi machinációknak a szövevénye. Mielőtt rátérnénk az animékre, a játékból, játék alapú animékre, gyorsan felsorolnám, elmondanám, hogy kik azok a fejlesztő cégek, akik jelenleg a piacon a legtöbb játékon alapuló animéhez is kapcsolódnak. Ilyen a Nintendo Co., amit olvashatjátok, Donkey Kong, Super Mario, Pokémon mind az ő nevükhöz fűződik, a Square Enix Final Fantasy-vel, Kingdom Hearts-al, a Sega, ami Mega Drive-ra készítette a játékait, Sonic-kal, a Frogger-rel, amiket itthon már nem is annyira ismerünk, pedig jó kis játékok. A Bandai Namco, ami jelenleg a Nintendo Famicom-nak készít játékokat, övék a Tamagotchi, a Soul Calibur vagy a Tekken, amiből volt is részlet a videóban, illetve a Konami, amitől a Dance Dance Revolution-t kaptuk, a Metal Gear Solid, tőlük van a Silent Hill, illetve a Yu-Gi-Oh! Is az egyik legismertebb kártyás játék. A másik az még a Capcom-tól van a címadó Devil May Cry. Ők már nincsenek, illetve a Street Fighter, valamint a Biohazard, ami nálunk Resident Evil-ként fut. Ők már nincsenek rajta a top 5-ben, de még mindig ott vannak az élvonalban. Az utolsó pedig a Sony Entertainment, ők eléggé lecsúsztak már ebből a, tehát lecsúsztak a top 5-ről, viszont még mindig rendkívül jó játékokat fejlesztenek. Ami a sort először, amint említettem, az 1986-os Super Mario Bros. Filmmel kezdeném. Amikor utána néztem az anyagomnak, akkor derült ki, hogy ez volt az első olyan anime, egész estés anime, 65 perces pontosan, amit megelőzött a játék maga, és mivel annyira sikeres lett a játék, ezért úgy gondolták, hogy a Nintendo-val együtt készítsenek belőle egy animét is. Igen, a Grouper Production és a Nintendo álltak össze, és egy teljes történetet mesél el, amikor Mariónak és Luigi-nak el kell mennie megmenteni a hercegnőt. Kihagyhatatlan a sorból természetesen a Pokémon, 1977-től valószínűleg, hogy örökkön-örökké menni fog. A Nintendo Co.-nak a fejlesztése, 15 egész estés film után még mindig ugyanúgy nézzük, mint annak előtte, bár valószínűleg most már senkit sem érdekel, és nem is fogunk rájönni arra, hogy mik maguk a Pokémonok. Viszont a legjobb marketingfogás, ami létezik, mindent el tudnak vele adni, az ételes doboztól, a pálcikán keresztül, a műanyag zacskókig, amint csak rajta van a Pokémon logó vagy egy figura, azt Japánban már eladni sem kell, szinte úgy kapkodnak utána. A Final Fantasy a következő. A Final Fantasy Advent Children 2005-ben jelent meg. Előtte megelőzte ezt a Final Fantasy The Spirit Within. Ez akkora bukás volt sajnos, hogy 126 millió dollárt átszámítva bukott rajta a stúdió, a Square Pictures készítette egyébként az animációt, és azonnal csődbe is ment. Ekkor már volt arról szó, hogy a Square és az Enix összeolvad, viszont ez a hatalmas pénzveszteség ezt is eléggé kitolta. Végül 2005-ben jött el az a lehetőség, hogy már a Square Enix meg tudja csinálni a Final Fantasy 7 Advent Children című filmet, ami a Final Fantasy RPG franchise-nak a legsikeresebb darabján alapult. A főszereplőnk Cloud Strife, nem hiszem, hogy be kell mutatni, viszont egyszerre előnyös és hátrány is volt az ő szerepeltetése. Aki ismerte
annak, és már ismerte a történetet, annak természetesen nagyon jól jött, hogy kedvenc karakterét látja, viszont aki nem játszott vele, annak eléggé halvány elképzelései lehettek, tehát ilyen baladai homály, hogy ez a főszereplő miért olyan, és miért úgy viselkedik, ahogy. Természetesen ez volt 2005 környékén a legjobban sikerült full CG anime, és ez volt a legtökéletesebb követendő példa is. A Street Fighter szintén nem hagyható ki a sorból. Street Fighter 2 The Movie 1994-ben készítették el, a fejlesztő a Capcom volt. Ez volt az első arcade játék 1987-ben, és egy szereplő Ryu szerepét vehették fel a játékosok, és így küzdhették végig a pályákat. Folytatásként 91-ben jelent meg a Street Fighter 2, ami az alapja volt a filmnek. A produkciós cég a Group Tak, akinek csak egy-kettőt felsorolva szinte lehetetlenség lenne sorba rakni, a Blame, a Gilgamesh, a Grenadier sorozatok köszönhetőek. Ugyanebben az évben, talán még emlékeztek is rá, elstartol Jean-Claude Van Damme-mal, Ming-Na Wen-nel és Kylie Minogue-gal a Street Fighter film. Hát ez eléggé felejtős volt, bár még mindig vannak olyan részletek, amik vissza és visszatérnek a különböző AMV-kben és paródiákban. Angliában, ja, és ezért terjedt el leginkább nyugaton, Angliában 15-ös besorolást kapott maga az anime, ami érdekes volt, ugyanis Chun-Li-nek a tusolós, hátulról tusolós jelenete is belekerült. És ott nagyon-nagyon várták már, tehát kín Angliában, Amerikában rendkívül várták már ezt a filmet, már csak azért is, mert előtte ugye jött a Ninja Scroll, az Akira, úgyhogy kellett valami olyan, ami ismét elkapja a nézőket. Itt most egy kicsit belehúzok, mert kevesebb lett az időm. A Tokyo Magic, a Quent, nem tudom, hogy valaki ismeri-e, egy rendkívül jó videójáték, PlayStation videójáték 98-ból, utána készült egy manga, majd egy két évados anime sorozat 2007-ben, viszont a játékokat, és lehet, hogy ezért nem is nagyon tudtok hozzá mit szólni, a játékokat soha sehol, csak Japánon belül adták ki. Sajnos ez nagyon-nagyon sok játékkal együtt így van, pedig tényleg ajánlom, egy nagyon jó animéről van szó. Az Inazuma Eleven Sport RPG Nintendo DS-re 2008-ban. Először volt, utána volt a manga megjelenés, majd 2008-11 között az anime, 126 részt ért meg, plusz egy filmet, plusz egy guidebookot, és a játékot ugyanaz a Level 5 készítette, fejlesztette, aki a Ni no Kuni-ben is részt vett. Corpse Party. A Corpse Party-t azért szeretném megemlíteni, mert egy Origin Soft játékról van szó, ami azt jelenti, hogy olyan rajongói játék, amit egy hobbi csapat, egy hobbi fejlesztői csapat készített, szórakozásból, nem a pénz miatt. PC 9801-re fejlesztették, és egy akció-horror játékról van szó. Négy részes ovát kapott 2013-ban, amiből sokkal több a gore és a vér, mint magában a játékban. A Blade & Soul talán nem kell annyira bemutatnom. Ez egy koreai fejlesztésű többszereplős online szerepjáték 2012-ből. Team Bloodlust volt a fejlesztő, és japán sorozatot készítettek belőle 2014-ben, 13 résszel, rengeteg fanszervize. És a Gonzónak köszönhetjük ezt az animét, akitől a Helsing, a Full Metal Panic, és még sorolhatnám, hogy kik, hogy milyen animéken dolgozott. A Persona szintén egy olyan, amit a játékkedvelőknek nem kell túlságosan sokat részletezni. A Shin Megami Tensei Personának az alapján készült. Ez volt az első, a franchise-nak az első animéje,
és 26 résszel, teljesen különálló sztori, tehát nincsen benne a Persona Canonban. Az A1 Picturesnek köszönheti, aki a Sword Art Online-t is készítette, az a Blue Exorcistot, a Fairy Tailt vagy a Magit. A Gungrave benne volt a videóban is. Ez egy shooter game, ahogy nekem felvilágosítottak, nézd a hátam kamerás játék. A Red Entertainment-től PlayStation 2-re 2002-ben. Nagyon ismerős lehet a karakter design, ugyanis Naito Yasuhiro készítette, aki a Trigánnak és a Kekkai Sensennek szintén a karakter designere. 26 részes, 2003-ban adták ki, és a Madhouse volt az elkövető, akitől a Death Note és a One Punch Man is ismert. A záporozó töltény hüvelyek a szinte minden részben visszatér. A Brotherhood Final Fantasy egy 5 részes onna készült belőle 2006-ból, és nyílt világú RPG játékon alapul, azt hiszem, hogy ezt sem kell nagyon részleteznünk. Bemutatja a négy főszereplőt és felvázolja, hogy mi áll majd előttük magában a játékban. A Fate Stay Night egy kihagyhatatlan a sorból, bár lehetséges, hogy annyira sokan mégsem ismerik. 2006-ban mutatták be, és a Studio Dean készítette az animét, aki a Vampire Knight, a Hetalia vagy a Ranma féllel is dolgozott. A Type Moon szintén egy doujin stúdió volt, aki fejlesztette a játékot. Hatalmas franchise lett belőle, és 2004-ben jelent meg maga a visual novel, ami az alapja a játéknak. A Higurashi no Nakukoroni pedig még az is hallott róla, aki nem akart. Itt nagyfejű, legalábbis nekem általában ez jön le, tehát nagyfejű 7 évesnek látszó felnőtt lányok gyilkolják egymást a falucskában ok nélkül. Az anime az sokkal ugyanúgy, mint a Corpse Party-nál sokkal vérengzősebb és sokkal több mindent mond el, mint maga a visual novel, természetesen. A Steins Gate szintén visual novellen alapul, a Nitro Plus-nak és az 5BB-nek köszönhető. Hatalmas franchise lett végül belőle, hozzátartozik, bár történetben vannak eltérések, a Chaos Head és a Robotic Notes. Ez egy teljesen más műfaj, dating sim, vagyis Otome Game az alapja a játéknak. Eléggé magas költségvetésű, 2010-ben adta ki a Nipponichi fejlesztő cég. Nagyon nagy sikerrel zárult végül is, de összvisz 13 részt kapott 2011-ben, és az A1 Studio készítette. És íme a lehengerlő bisi karakterek. A főszereplő a lány, aki körül az egész sereg forog, most éppen nincs a képen, de őt próbálja hajtani mindenki. Amivel szeretném zárni az előadást, és nem hagyhattam ki a sorból, azok az átvezető videók, vagy pedig cutscenes. A full motion videóknak is hívják őket, ezek az elmúlt évtizedek alatt rendkívül sokat fejlődtek. Egyszerű szövegbuborékokból, mint amilyen a Donkey Kong előtt is volt 1981-ben. CG történetmesélésé fejlődtek, hatalmas költségvetésekkel néha felérnek akár egy filmmel is. A 80-as években átvezető videóként mendegélő alakokat láthattunk valamilyen szövegdobozzal, amiből aztán kiderült, hogy meg kell mentenünk a hercegnőt, és ki kell játszani a,
a gorillát. A 1980-es Nintendo Donkey Kongnak az előzetese, amiből megtudjuk a játékmenetet, és hogy elrabolták a hercegnőt. Háromféle átvezető videót különböztethetünk meg. A live action-t, az előre elkészített és valós időben készült, vagyis pre-rendered cutscene-t. Ez a Resident Evil Director's Cut-nak a PSX-re készült endingje 1997-ből. Valós szereplőkkel, élő színészekkel vették fel a jelenetet. Nagyon nehéz belőle egyébként normális képet találni. Az előre elkészített jelenet a mozifilmbe illő minőséggel állunk ilyenkor szembe, és a játék világától általában eltérő részletességgel jelentkezik. A játék motorja ilyenkor nem generál semmit, csak lejátsza az elkészített videót, ilyenek például a Final Fantasy 7-ből 1997-ben, vagy pedig, amit még megtaláltam, az Capcom-tól volt az Animusha 3, ami fantasztikus bevezető videót készített, szinte olyan, mint egy önálló film 5 percben. A valós időben készült cutscene-nél a játék saját motorja használja a videó elkészítésére, és bizonyos határig bele is nyúlhatunk magába ebbe az átvezető videóba, megmondhatjuk, hogy milyen ruhát viseljen az alak épp akkor a választható kosztumok közül, vagy pedig megmondhatjuk, hogy merre forduljon. Megmarad, és a leglényegesebb, hogy megmarad a játék dizájnja, tehát nem úgy, szinte ugyanazt fogom látni, mint amikor játszom magával a játékkal is. Jól tudom, hogy ez se nem japán, se nem anime, de innen lehetett a legjobban megmutatni, hogy miről is van szó. Az Uncharted 4 és egy ausztrál, ha jól emlékszem, a Naughty Dog cég készítette magát a játékot. Ennyi lett volna, nagyon igyekeztem. Annyit szeretnék még elmondani, hogy iszonyatosan sok információ van benne ebben a témában. Ez tényleg csak egy nagyon gyorsan elmondott ízelítő volt. Ha érdekel, tudok mondani honlapokat. Sajnos itthon Magyarországon szakirodalmat, tehát kézzelfogható szakirodalmat találni nagyon nehéz, ugyanúgy, ahogy más animés témában is. A cutscene az szinte kitenne egy szakdolgozatot, annyiféle módja, változata, lehetősége van. A játékok alapján készült animéknek pedig se vége, se hossza, hiszen ha csak egy összeszedett listát megnézünk, akkor azokról a játékokról még nem is beszéltünk, ami itthon, vagy Európában, Amerikában el se jutott, és már azoknak is vannak különböző anime filmjei. Úgyhogy csak azt tudom ajánlani, hogy ha esetleg megfogod benneteket a téma, akkor nézzetek utána. Azért lehet, elég sok helyen lehet találni még információkat. És tényleg nézzetek jó animéket, mert azoknak is van, és van ajánlott, akik inkább a játék világában merültek el eddig. Köszönöm szépen még egyszer, és további szép napot kívánok!